Jó napot kívánok! Szeptember 11-e Zenta község napja. Ebből az alkalomból számos színes, szertágazó művelődési programmal, szórakozási lehetőséggel várják a helyieket és az ide látogatókat egész héten Zentán, 7-től egészen 14-ig. A rendezvény sorozat központi eseménye pénteken lesz. A községi képviselő testület díszülésén adják át az idei kitüntetetteknek a díjakat. A szubjektív vendége Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja. Köszöntöm. Szeptember 11-én a község napján a győztes zentai csatára emlékezünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm én is, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Valóban szeptember 11-én pénteken ünnepeljük a város napját, amely egybeesik a zentai csata 318. évfordulójával is. Még 1993-ban hozott a zentai önkormányzat képviselőtestülete egy határozatot arra vonatkozólag, hogy a város napját 1993, illetve 1994-től ehhez a neves világtörténelmi jelentőségű eseményhez fogja kötni. Itt röviden arról van szó, hogy Savoyai Jenő, Savoyai Eugén, ahogyan mások nevezik, az osztrák császári hadsereggel Újvidék környékén gyülekezett 1697. szeptember elején, majd pedig a Tisza jobb partján fölfelé vonulva, Zenta felé vonulva kísérte a török hadsereget. 1697. szeptember 10-én érkezett Zentához, és ott tovább kísérték, figyelemmel kísérték a török hadsereget, akik híd átjárót és hajóhidat kezdtek építeni a Tiszán, hogy átkeljenek a bánáti oldalról a bácskai zentai oldalra. Ezt akadályozta meg valahol a császári hadsereg Savoyai Jenővel az élen, ugyanis mindössze 2 óra alatt súlyos vereséget mért a török hadseregre, kihasználva a hajóhídon átkelő török hadseregnek a gyengeségét. És gyakorlatilag majdnem ezzel a győzelemmel szabadult fel az akkori Magyarország területe. Pontosan így van, szinte egész Magyarország területe 1697. szeptember 11-én felszabadult, és utána 1699-ben ennek következménye volt a megkötött karlócai béke, valahol a Közép-Európa, tehát Közép-Európa török uralom alól is felszabadult. Ellenben Savoyai Jenőnek a mai napig nincs szobra Zentán. Savoyai Jenőnek valóban nincsen szobra Zentán, és ez egy hiány is Zenta községben, a mi városunkban. Tettünk mi kezdeményezést erre vonatkozólag 2009-ben az akkori önkormányzatban Pék Zoltán polgármesterrel az élen. Azt tudni kell, hogy az 1800-as évek végén a zentaiak rendeltek egy Savoyai Jenő szobrot, ugyanakkor, amikor már elkészült a Savoyai szobor, nem tudták kifizetni, elköltötték ezt a pénzt, és ez a szobor Budára került. A mai napig is, akik Budára látogatnak, a Nemzeti Galéria környékén megtalálható ez a szobor. Mi 2009-ben az akkori önkormányzat kezdeményezésére ellátogattunk Budára, a Nemzeti Galéria igazgatójával is felvettük a kapcsolatot, hogy esetleg ennek a szobornak egy kisebb mását megalkotnánk, és hát idehoznánk Zentára. Írtunk is egy levelet, egy kérelmet az akkori kormányhoz, magyarországi kormányhoz, miniszterelnöki hivatalhoz, de utána ez a kezdeményezés megszakadt, mert az önkormányzatban is váltás történt. És azt tudni kell, hogy egy ilyen szobornak a kiöntése, tehát a megalkotása több milliós tétel, de ez nem jelenti azt, hogy mi lemondanánk róla, tehát ez egy álom a zentaiak számára, és talán egyszer sikerül majd valóban a Savoyai szobor kisebbített mását itt is elhelyezni városunkban. Idén a központi rendezvények, azok 11-e és 12-e köré csoportosulnak, hogyha kiemelnénk a legfontosabb eseményeket. Valóban, ahogy már a bevezetőben elmondta, tehát szeptember 7-e és 14-e között terveztük a program sorozatot, azzal, hogy szeptember 11-én pénteken és szeptember 12-én szombaton fókuszálnánk a főbb eseményekre.
kísérő rendezvények sorozatában, különböző tárlatmegnyitókon, kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők. Ennek egy része már lezajlott, megszervezzük a hagyományos kóruszenei estet is, de ugyanakkor lesz itt fáklyás fölvonulás is. Próbáltuk motoros fáklyás fölvonulás. Ilyen volt már korábban? Volt már korábban, tehát volt már korábban erre vonatkozólag is kezdeményezés, és akik szeretik a motorosokat, vagy pedig egyáltalán azt a hangulatot, amelyet a fáklyák a sötét éjszakában hoznak magukkal, hát ennek igen, igen nagy népszerűsége van. Mazsorettesek is évről évre bemutatkoznak, ez is egy látványos program. Így van, a mazsorettesek is föllépnek azzal, hogy az idén egy kimondottan hangsúlyos mazsorett gálára kerül sor szombaton a késő délutáni órákban. Itt több településről érkeznek majd a föllépők, Aradról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Szontáról, Adáról, illetve hát Zentáról, Zenta lesz a házigazda. Itt egy nemzetközi mazsorett kavalkádban gondolkoztunk, ők is nagyon látványosak, színesek, és minden korosztálynak egy valóban látványos, hangulatos programot tudnak kínálni. Igyekeztünk mi az egész programsorozatot úgy összeállítani, hogy mind a kicsik, mind az idősebbek megtalálják a kedvükre való szórakozási, kulturális lehetőségeket. Ebből kifolyólag a kicsiknek is készítettünk programot, például a civil falu keretében, lesz ismét játék, fabatka gyűjtés, amelynek keretében utána ajándéközön várja a legkisebbeket, az érdeklődőket, de az ifjúságnak is igyekeztünk szórakozási lehetőséget nyújtani. Ennek kapcsán például szombaton a kincskereső vetélkedőben helyi történelmi ismertetőt adunk. Azok a fiatalok... Ezt nem először szervezik, mert ennek milyen szokott lenni a visszhangja, látogatottsága? Ennek is hagyománya van. Itt általában a 15-től 30 éves korosztályú fiatalokat várják, csoportokban lehet benevezni erre a versenyre, és utána különböző feladatokat kapnak a fiatalok, Zenta történelmével, helyismeretével kapcsolatos feladatokat, játékos formában, amelyeket mindig izgalmasan, kihívással fogadnak azok, akik beneveznek a versenyre. És visszatérő évről évre a hőlégballon találkozó, ez szerintem a nem zentaiaknak is egy nagyon érdekes eleme lehet a programsorozatnak. Valóban így van, hiszen a hőlégballon találkozó is már hagyományossá vált, és több évre visszamenőleg szervezésre kerül. Ezt is nagyon szeretik a zentaiak és a környékbeliek, hiszen látványosak a hőlégballonok, ahogyan fölrepülnek az égen. Ennek egy problémája időjárás van, hogy igen, mindig időjárási viszonyoktól függ, hogy megkapják-e az engedélyt Belgrádból, hogy fölrepülhessenek, vagy pedig nem. Igen, én egyszer voltam fönt, nagyon izgalmas. Én őszintén szólva, ha tehetném, akkor minden év, minden napján repülnék. Ezzel kezdeném a reggeli időszakot. Tehát nagyon-nagyon látványos fölülről, a lefelé tekintve a táj, és tényleg érdekes annak, aki nem fél a magasságtól. És a főtéren ismét megnyílik a szőlő, a bor és a sajtok utcája, illetve a kirakodó vásár. Igen, hát itt azoknak is szerettünk volna kedvezni, akik nem a gyermekprogramokban és az ifjúsági programokban vesznek részt. Itt is már próbáltunk hagyományt teremteni azzal, hogy megnyitjuk a Bor utcát. A Bor utca harmadik éve kerül megszervezésre nálunk a Városnapi Programsorozat keretében. Másodízben próbálkozunk a Sajt és Szőlő utcájával. Azzal, hogy tavaly nagy érdeklődés övezte és kísérte a sajt termékeket, és ez buzdított bennünket, szervezőket arra, hogy az idén is megpróbálkozzunk a Bor utca mellett a sajt termékeknek a kiállításával. Kik hozzák el a termékeiket? Környékbeli termelők, vagy esetleg Magyarországról is, vagy távolabbról is érkeznek? Mi elsősorban zentai, tehát lokálpatriótaként gondolkodva zentai termelőkre gondolunk, azzal, hogy természetesen várjuk a környékbeli érdeklődőket is, hogyha
van sajttermékük, amelyet szívesen megmutatnának, vagy esetleg eladnának az érdeklődők. És a kirakodó vásáron is évről évre egyre több a kézműves. Idén mennyien lesznek? Jelentkeznek erre egyébként? Tehát, hogy ez egy ilyen önmagát gerjesztő kör? Ez valóban így van, ahogy fogalmazott is, egy önmagát gerjesztő kör. Zentán a Rosetta kézműves társaság foglalja össze a kézműveseket, de ezen kívül még környékbeli kézművesek is jelentkeznek ide a kirakodó vására, Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Adáról is, és igen nagy visszhangja van ennek a kirakodó vásárnak. Szeretik az emberek a kézműves dolgokat, és érdeklődéssel kísérik és várják a kirakodó vásárt, a kézműves termékeket is. És ezen kívül még számos kisebb-nagyobb koncert is lesz, és a fő esemény az pedig szombaton 20 órakor lesz, nem is akármilyen nevekkel, Jan Zakata, Dolhai Attila és még sokan mások. Itt is úgy próbáltuk összeállítani a programot és a koncerteket, mind a pénteki, mind pedig a szombati koncertre gondolva, nagy koncertre, hogy azért megtalálja mindenki a saját érdeklődésének megfelelő tartalmat. Például a szombati operettgála keretében azért elhangzanak majd mesefilmek is, mesebetét dalok, de musicalek is. Tehát mind a fiataloknak, mind pedig az idősebb korosztálynak felhőtlen szórakozást kínál, bízunk benne szervezőként ez az operettgála. A Budapesti Operett Színház színészei fognak bemutatkozni itt Zentán. És mindezt megkoronázzák egy tűzijátékkal. A tűzijáték így van elengedhetetlen része a zentai városnapi programsorozatnak, tehát mindig a lezárása ennek az ünnepi programsorozatnak a szép és látványos tűzijáték. És amiről még nem beszéltünk, az a pénteki községi képviselőtestület díszülése, amikor pedig átadják a kitüntetetteknek a díjakat. Így van, tehát a városnapi díszülés keretében, amely szeptember 11-én 10 órai kezdettel kerül megszervezésre, tehát átadjuk a díjazottaknak a városnapi kitüntetéseket, hadd maradjon egyelőre még titok, egészen péntekig, hogy kik lesznek az idei díjazottak. Itt minden évben olyan embereket javasolnak díjra, akik már a korábbi években is tettek valamit Zentáért, magatartásukkal, munkájukkal kivívták az elismerést, és példaként szolgálnak a saját közösségükben. Nem csak időseknek, középkorosztályú embereknek adunk át városnapi kitüntetést, hanem van nálunk egy fiataloknak szóló Pro Juventus díj is, tehát így szeretnénk serkenteni, ösztönözni a fiatalokat arra, hogy ők is merjenek bátran vállalni munkát, társadalmi munkát ahhoz, hogy utána ők is példaként szolgáljanak a közösség előtt. És ezen a napon testvérvárosi szerződést írnak majd alá Székely Keresztúrral. Egyébként Zentának mennyi testvérvárosi település a barátja? Zentának több testvértelepülése is van, Dunaszerdahely Szlovákiából, Magyarországról, Gödöllő, Budavár, akkor Törökszent Miklós, Tiszafüred, Hódmezővásárhely, Nis, ugye a hazai Szerbiai országból, Kráj Szlovéniából, egyedül még Romániából, Erdélyből nincs testvértelepülésünk, és azt kell tudni, hogy Székely Keresztúr Erdélyben, Erdély szívében található. Néhány évre visszamenőleg már igen intenzív kulturális kapcsolatot ápolunk Székely Keresztúrral, és mivel ezt még hivatalosan testvérvárosi szerződéssel nem pecsételtük meg, ezt szeretnénk megerősíteni pénteken 11-én a díszülés keretében, ekkor kerül sor majd a két testvértelepülés között az ünnepélyes testvérvárosi szerződés aláírására. Egyébként Székely Keresztúrral milyen területen szeretnének együttműködni? Vannak már konkrét elképzelések?
Főleg az oktatás és a kultúra az, amire tudunk koncentrálni ebben az esetben. Nálunk sajnos a gazdaság az kevésbé erős, tehát ezt a két területet tudjuk majd leginkább erősíteni és ápolni a két település között. Még egy szó erejéig az eseményekre, a programokra visszatérve, ilyenkor a Város Napon a zentai emlékcsata kiállító, vagy emlékkilátó az, ami még igen nagy népszerűségnek örvend. Így van, az idén is szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének föllátogatni a zentai csata kilátó termében, a toronyba. A turista irodában kell jelentkezni előre bejegyzett idővel, tehát tudnak majd föllátogatni a toronyba azok, akiket érdekel a zentai csata történelme, és szeretnének rálátni a zentára is. Mindezek a rendezvények, még hogyha az anyagi vonzatáról beszélünk, akkor mit jelent a költségvetés szempontjából? Azt tudni kell, hogy egy ilyen rendezvény, tehát csak a zentai önkormányzat költségvetéséből nem tudnánk teljes egészében kifinanszírozni. Én azt elmondhatom azért bátran és büszkén, hogy a lehetőségekhez mérten mi próbáltunk egy színes, gazdag kulturális programot összeállítani, tehát az önkormányzat költségvetése mellett támogatókat is keresünk minden évben, és itt a zentai gazdasági vállalkozók, illetve hát a vállalatok tudnak besegíteni ahhoz, hogy a programok megvalósulhassanak. Tehát körülbelül 1 millió 600 ezer dinárba kerül az idei évi programsorozatunk. Én azért egy dologra még hadd térjek ki, amelyre szeretném fölhívni a kedves nézők figyelmét is. Ugye itt van még a néphagyomány és a népművészet, tehát próbáltunk azoknak is kedvezni az idei programsorozatban, akik szeretik a néphagyományt, a népzenét. Itt a zentai néphagyomány művelődési egyesületek mellett bemutatkozik pénteken este Török Tilla és zenekara, ők fölépnek egyébként a pénteki díszülésen, és én azt hiszem, hogy a környékbeli embereknek és a zentaiaknak nem kell őt külön bemutatni. Valójában a zentai önkormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy Török Tilla Kazasztánban nemrégiben bemutatkozhatott, és ő ezzel szeretne most kedveskedni egy ajándékkoncert keretében a zentaiaknak, tehát így kerül sor az ő bemutatkozására itt nálunk a városban is. A városnapi rendezvényektől eltekintve, hiszen ön az oktatással és művelődéssel van megbízva, az önkormányzatban megkezdődött a tanév. Zentán miről lehet beszámolni, ami a diáklétszámokat illeti az első osztályban, illetve akár a középiskolákban? Sajnos nálunk is, akárcsak az egész országban, mondhatnám Vajdaságban, tehát csökkenő diák létszám mutatkozik. Egyre nagyobb az elvándorlás, ennek gazdasági mutatói vannak, én erre külön nem térnék ki, hiszen ezt most már mindenki a mindennapokban megéli és átéli, és ez sajnos nálunk is megmutatkozik, az oktatási helyzetre is rányomja a bélyegét. Az óvodában már kevesebb óvodás iratkozott be szeptember 1-től, eddig 720 óvodás volt, most pedig már 700 alatt van azoknak a gyerekeknek a száma, akik az iskoláskor előtti intézményben vesznek részt. És sajnos egy óvodát is be kellett idén szeptembertől zárni. Néhány szó erejéig, hogyha elmondaná azt, hogy a nyár folyamán, ami az oktatási intézményeket illeti, milyen felújításokat végeztek, folyamatában van a zentai gimnáziumban a nyillázáróknak a cseréje, sőt a központi óvoda épületén is a tetőszerkezetet újítják fel. Így van. A zentai önkormányzat igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az oktatási intézményeknek a fenntartására, és emellett a fejlődésére is. Azt elmondhatom büszkén, hogy egyetlen egy oktatási intézmény felé sincs tartozása az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy nem csak a fönntarthatóságot tudjuk folytonosan biztosítani, hanem emellett, igaz, hogy szolíd keretek között, de tudunk eszközt találni, támogatást biztosítani az oktatási intézmények fejlődésére, fejlesztésére is. Ennek keretében került sor a zentai gimnázium nyilászáróinak a cseréjére a nyár folyamán. Ez még folyamatban van. Itt reméljük, hogy körülbelül 2 héten belül a felújítási munkálat lezárul. 82 ablak kerül
felújításra, 82 ablakot cserélnek ki, két ajtót, de emellett nem csak a nyílászárók cseréjét támogatta az önkormányzat, mert ez teljes egészében a mi költségvetési forrásunkból biztosítottuk ezt az összeget, közel 3 millió dinárt, hanem itt sor került az első és a második emeleti folyosónak az átfestésére, meszelésére, tantermeknek a felújítására, meszelésére. Azt hadd tegyem hozzá, hogy ebben az épületben 3 iskola, középiskola működik, és azért az oktatási intézmények vezetői is hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzati forrás mellett más pályázati lehetőségek után is nézzenek. Ebből kifolyólag például a tartományi eszközökből sikerült a kémia labort felújítani az egészségügyi középiskolában, vagy például a számítógépes parkot megújítani a közgazdasági kereskedelmi iskolában, illetve asztalokat, székeket cserélni a zentai gimnáziumban. Előjáróban csak még annyit mondjunk el jövőre, hogy ha minden igaz, akkor a középiskolának a homlokzatát is felújítják. Szeretnénk, ez is terve van véve, hiszen eléggé elavult állapotban van most már a zentai gimnázium épülete a homlokzatot illetően, és mert hamarosan szintén kerek évfordulót ünnepel a zentai gimnázium, ebből kifolyólag megérett az idő arra, hogy az ablakcserék után a homlokzatra is fordítsunk figyelmet. Csak úgy, mint ahogy a Városháza épülete is megújul, a központi bejáratnak a homlokzata már szépül, és azt tervezik, hogy azt is jövőre, amikor is majd a település 800 éves lesz, hogy addigra legalábbis a főtér felőli részét teljes egészében felújítják. Igen, lehet, hogy sokat álmodik, vagy nagyot álmodik Zenta, vagy a zentai önkormányzat, de azért próbálunk hangsúlyt fektetni arra is, hogy az ember jól érezze magát abban a közegben, ahol él, ahol minden nap mozog. Valóban megérett a Városháza épülete is arra, hogy felújításra szoruljon. Itt elkerülhetetlen volt már a kupola résznek a felújítása, a tetőszerkezetnek a cseréje, és az ablakokat is szeretné az önkormányzat kicserélni itt hamarosan, hogyha nem az idén, akkor a következő évben erre támogatást, anyagi keretet biztosítani, illetve hát a homlokzatot is felújítani, ha lehet, akkor bemeszelni. Erre természetesen mind a költségvetésben biztosítanunk kell forrást a következő évben, mind pedig pályázati lehetőségek után kell majd néznünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, a szubjektív vendége Kormányos Katona Gyöngyi volt. Önök keressék a kedvükre való szórakozási lehetőségeket, hiszen kínálat van, bőven csak válogatni kell. Jó szórakozást, köszönöm a figyelmet!